Nyújtsd ki a kis kezed és mondja neki Bruno, hangon. Azaz. És adunk neki egy jutalomfalatot. Jutalomfalatot mindig úgy adunk, hogy a tenyerünk közepébe tesszük, igen nyálasnak, majd van a víz. Elkezdődött a vakáció, és már az első héten volt tábor, azon belül pedig számos program, például kutyás foglalkozás várta a gyerekeket. Ezen az önkormányzati hivatal dolgozóinak gyermekei vehettek részt. Nyíregyháza önkormányzata idén már sokadik éve szervez ilyen tábort, hiszen fontos szempont, hogy családbarát munkahelyek legyenek a vármegye székhelyen. Az idei évben már 9 napon táboroztattunk, mert tavaszi szünetben is, és most nyáron is van egy egyhetes turnus. Nagyon népszerű az itt dolgozók számára. Több mint 50 gyerek van jelenleg is az önkormányzatnak a táborába, a polgármesteri hivatal saját táborába, mert reggel együtt jön a szülővel a gyerek, este pedig együtt mennek haza, és biztonságban vannak. Nagyon segíti a családok életének a megszervezését, úgyhogy itt is családbarátságra törekszünk, hogy jókedvel tudjanak a munkába a dolgozók. És számos ingyenes önkormányzati tábor is várja a fiatalokat, ezekre még van néhány szabad hely. Erre a Nyírvévénél lehet jelentkezni. Ezeknek a táboroknak az első turnusa ingyenes, csak az étkezést kell fizetni. Bár a táborok alapvetően az óvodásoknak és az általános iskolás gyerekeknek szólnak, lehet találni olyan lehetőségeket is, amely a középiskolás korosztálynak szolgál hasznos és tartalmas programmal. Különféle olajokat hoztam, kipróbálhatsz levendulát, vagy ez az önismereti Express nevű tábor, ahol középiskolások vannak egész héten, ugyanúgy, mint egy napközis táborban, 8-tól 4-ig minden nap. Annyi különbséggel, hogy ők azért mást játszanak, mint a kicsik. Az önismeret van a középpontban. Találkoznak itt olyan témákkal, amikkel az iskolában, meg a hétköznapokban nem nagyon. Kommunikációt fejlesztjük, az együttműködést, azt, hogy hogyan tudnak egymáshoz könnyebben, szorongásmentesebben állni vagy viszonyulni. Erre a pályázati forrásból megvalósuló egyszeri táborturnusra a legkülönbözőbb okokból jelentkeztek a diákok. Azért jelentkeztem, mert hogy segíteni szeretnék a velem egykorú fiataloknak, hogy a mai világban ugye sokan bántják egymást is, hogy én ezt meg szeretném akadályozni valamilyen szinten, még ha egy kicsit is, de ha tudok tenni érte, az már nekem már jót jelent. És amúgy sok mindent várok ettől a tábortól, főleg azt, hogy tudjam magamat fejleszteni, hogy aztán később ezt a tudást át tudjam másnak is adni. És akkor ez nekem jó érzés lesz, hogy valamit én is tudtam adni a közösségnek. Az élő és nyilvános beszéd, az nekem nagyon segített, mert nem tudok mások előtt úgy beszélni, hogy ne akadjak meg, vagy ilyesmi. Hát az együttműködés is nagyon hasznos szerintem, és most ez a relaxáció is nagyon jó volt. A hasonló fejlesztő vagy kézműves táborok mellett az életvezetési és kalandtáborok nagyon népszerűek, bármely korosztályról is legyen szó. A legnépszerűbb tábor téma 2024-ben a sport, a kaland, az idegen nyelvi és a katonai tábor, de sokan keresik az állatos táborokat is.